56. fejezet A három fő boszorkány egyedül érkezett. A krokenek ettől még harcra készen a levegőbe röppentek seprűiken, néhányan remektek, nyilván felismerték a matrónákat. Mannon szorosabban markolt a szélhasítót, mivel az ő kezén is enyhe remegés futott végig, ahogy a három boszorkány leszállt Glenis tűzkörének a szélén. A vívörnyeik sátrakat zúztak össze a művelet során. Aszterinész Torel azonnal Mannon mellett termett, a másodparancsnok mormolását majdnem elnyelte az összeruppanó sátrak robaja. A kémek már a levegőben vannak, de nem jelezték, hogy mások is jöttek volna velük. Egyik boszorkány kör sem. Nem, Iskra és Petra sem. Mannon nagyot nyelt. A matrónák tényleg egyedül érkeztek. Bárhogy gyülekeztek is eddig, most ide repültek, valahogy rájuk bukkantak. Vagy követték őket. Mannon nem hagyta, hogy megtelepedjen a gondolat az elméjében, hogy talán ő vezette ide a három matrónát a táborba. A körülötte álló krokenek halk morgása Mannon ellen irányult, úgyhogy az ő véleményük kapcsán nem táplált hiú reményeket. A vívőrnök letelepedtek, letelepettek, hosszú farkukat maguk köré tekerték, készen arra, hogy méregtől csöpögő tüskéikkel halálos sérüléseket okozzanak. Sietős léptek alatt ropogott a jeges hó, és Dorian épp akkor torpant meg mellette, amikor Mannon megérezte az illatát. Csak nem? De igen, felelte Mannon halkan. A torkában dobogott a szíve, miközben a matrónák leszálltak hátasaikról, és nem emelték fel a kezüket, ahogyan azt a tárgyalásba bocsátkozás előtt szokás. Nem, egyszerűen csak közelebb sétáltak a tűzhöz, ahol még mindig lobogott a becses láng. Ne avatkozzatok bele! Figyelmeztette Annon Dorient és a többieket, majd előre sietett. Nem a király csatája volt ez, akármennyi erő folyt is az ereiben. Glenis előkapta a fegyverét, ott szorongatta ráncos kezében az ősrégi kardot. Pont ugyanolyan idős volt, mint a sárgalábú matróna, mégis kihúzta magát, szembenézett a három főboszorkánnyal. Kékvérük reszedia szólalt meg először, szeme épp olyan hidegen csillant, mint foltos hom homlokát ölelő kiálló vastűskékkel díszített koronája. Egy örökkévalóság valóság telt el Glenis. Glenis azonban nem a kékvérű matrónát figyelte, döbbent rá Mannon. Nem is Mannon nagyanyját, akinek fekete köntöse lobogott a szélben, ahogy Mannonra vicsorgott. A sárgalábú matrónát nézte, aki gyűlölettől csöpögünk görnyetten állt, a másik kettő között. A csillagkoronát, amit a ritkás hajú őszfejen ült, Glenis kardja megremegett kissé, és épp amikor Mannon rádöbbent, mit visel a matróna, Bronben jelent meg Glenis mellett. Rianon koronája, lehelte. A sárgalábú matróna azért viselte, hogy gúnyt űzzön ezekből a boszorkányokból, hogy megalázza őket. Mannon füle tompán zúgott. – Micsoda társaságba keveredtél, unokám! – jegyezte meg Mannon nagyanyja. Ezüst csíkos sötét haját hátra hogy ne lógjon az arcába. Hajviselete tisztán jelezte, miféle szándékkal érkezett. Harcra készültek, arra, hogy megsemmisítsék őket. A három főboszorkány tekintetének súlya húzta Mannon vállát. A mögötte összegyűlt krokenek mocorogni kezdtek, miközben a válaszára vártak. Végül Glenis mordult fel, úgy, ahogy a Mannon korábban még sosem hallotta. Mit akartok? Mannon nagyanyja elmosolyodott, kivillantotta rozsdás vasfogait, a korának valódi jelét. Végzetes hibát követtél el, rokongyilkos Mannon, amikor megpróbáltad ellenünk fordítani a csapatainkat, amikor hazugságokat hintettél el az őrszemeink között a terveinkre, az én terveimre nézve. Mannon felszegte az állát. Igazat mondtam, és úgy tűnik ez eléggé megrémített ahhoz, hogy magaddal rángasd a másik két fő levadászatok, és bizonygasd, mennyire ártatlan vagy, és nem tervezel ellenünk semmit. A másik két matrónának a szeme sem rebbent, tehát a nagyanyja ennyire mélyen beléjük fájta már a karmát. Vagy egyszerűen csak nem érdekelte őket. Azért jöttünk, sziszekte Kreszedie, aki bizonyos szempontból az ellentéte volt a lányának, aki lehetőséget biztosított Mannonnak arra, hogy elmondja, amit akar. Hogy végre megszabaduljunk a szemünket szúró szálkától. Vajon megbüntették Petrát, amiért hagyta, hogy Mannon sértetlenül távozzon az Omegából? Él és lélegzik még a kékvérű örökös. Kreszedie, ek, Egykor anyai rettegéssel és fájdalommal sikoltott, amikor Petra majdnem a halálba zuhant. Vajon az a szeretet, ami annyira idegen és különös számukra még mindig ott él benne? Vagy elnyomta a kötelességtudat és az ősi gyűlölködés? Már ez a gondolat is elég volt Mannonnak ahhoz, hogy megacélozza és kihúzza magát. Azért jöttetek, mert fenyegetést jelentünk mert fenyegetést jelentesz annak a szörnyetegnek, akit a nagyanyádnak szólítasz. Azért jöttetek, folytatta Mannon, és kisé felemelte szélhasítót, mert féltek. Mannon Glenis elé lépett, és még feljebb emelte a kardját. Azért jöttetek, mondta, mert valójában csak az a hatalom összpontosul a kezetekben, amit mi átadunk nektek és halára vagytok rémülve, hogy elvehetjük tőletek. Mannon megforgatta szélhasítót, és lefelé mutatott vele, hogy vonalat húzzon közéjük a hóba. Egyedül ez a félelem vezérel, hogy a többiek talán rájönnek, mire vagyunk képesek, az igazság miatt, amit mindig is el akartatok titkolni. A nagyanyja cöcögni kezdett. Nézzenek oda, Mintha csak egy krokent hallanék ezzel az érzelgős ostobasággal. Mannon ügyet sem vetett rá. Nem foglalkozott vele, hanem egyenesen a sárgalábú matronára szegezte szélhasítót. Az nem a te koronád. Mintha egyfajta óvat-tétovaság suhant volna végig a kék vérük reszedia arcán. Azonban a sárgalábú matróna csak intett mannon felé vaskörmeivel, amik olyan hosszúra nőttek, hogy behajlott a végük. Akkor gyere és vedd el, áruló! Mannon átlépett a határvonalon, amit a hóba húzott. Senki sem szólalt meg mögötte. Vajon kapnak egyáltalán levegőt? A legutóbb nem nyert a nagyanyja ellen. Egy hajszálom múlt, hogy túlélte, és azt is csak a jó szerencsének köszönhette. Akkor készen állt rá, hogy szembenézzen a véggel, hogy búcsút mondjon. Mannon felemelte szélhasítót, szíve ütemes, dühött ritmust vert. Nem hagyja, hogy átölelje ma a sötétség. Őket viszont átfogja. Ismerősnek tűnik ez a helyzet, szólalt meg gúnyosan a nagyanyja, és támadó állásba helyezkedett. A másik két matróna követte a példáját. Az utolsó krokan királynő, aki tartja ellenünk a frontot. Mannon álkapcsa megroppant, és előbukkantak a vasfogai. Megmozgatta az ujjait, hogy kieresse a vaskörmeit is. Ezúttal nem krokan királynő harcol ellenetek. Bizonytalanság csillant kreszedi a kék szemében, mintha ő rádöbbent volna arra, amire a másik két matróna nem. Ott. Ott fog Mannon először lesújtani. Arra, aki most elgondolkozott azon, hogy talán borzalmas hibát vétettek, amikor úgy döntöttek idejönnek. Egy olyan hibát, amiért azzal fizetnek majd, amit meg akartak védeni. Egy olyan hibát, amiért a háború elvesztésével fizetnek majd és az életükkel. Kresszedia látta, milyen egyenletes Mannon légzése, hogy milyen tisztán, határozottan csillog a szeme, hogy csepnyi félelem sem métejezi a szívét, miközben még egy lépést tesz előre. Mannon a kékvéri matronára mosolygott, mint egy jelezve, hogy jól sejti. Akkor nem öltél meg, fordult Mannon a nagyanyja felé. Kétlem, hogy most képes lennél rá. Majd meglátjuk, sziszegte a nagyanyja, és neki rontott. Mannon készen állt. Felfelé lendítette szélhasítót, úgy védte ki a nagyanyja első két támadását, a harmadiknál pedig lebukott. Egyenesen a támadó sárgalábú matróna útjába került, aki természetfeletti sebességgel mozdult. Szinte bele sem süppett a hóba, és Mannon védtelenül maradt, háta felé kapott. Mannon hát, hárította a vén boszorkány támadását, hátra lőkte ellenfelét. Épp akkor, amikor Kresszedia rávetette magát. Kresszedia nem volt képzett harcos. Nem úgy, mint fekete csőrű és sárgalábú matrónák. Túl sok évet töltött belsőségek és a csillagok tanulmányozásával, hogy választ találjon három marcú istennő rejtéjeire. Mannon lebukott balra, könnyedén elkerültek a körmeit, és válaszképp a kékvérű matróna órába könyökölt. Kresszedia botladozni kezdett. A sárgalábú matróna és Mannon nagyanyja ismét támadásba lendült. Méghozzá gyorsan. Ez a három támadás mindössze néhány szempillantás alatt zajlott le. Mannon vigyázott, hova lép, látta, hogy az egyik matróna megmoccan, a másik pedig súlyos rést hagy a védekezésében, nem megtört parancsnok volt, aki nem tudja, hogy hol a helye a világban. Nem szégyelte az igazságot. Nem félt. Mannon nagyanyja vezette a támadást, az ő mozdulatai voltak a leghalálosabbak. Neki köszönhette az első fájdalmas sebet is. Vaskörmök hasítottak végig Mannon vállán. De ő feleletképpen a kardját lendítette, újra és újra vast csantant acélon végig visszhangzott a jeges csúcsok között. Nem, a legkevésbé sem félt. Durian még életében nem látott olyan harcot, mint ami akkor is ott bontakozott ki előtte. Még életében nem látott semmit, ami ilyen gyors, ilyen halálos lett volna. Még sosem látta, hogy valaki úgy mozogjon, mint Mannon, hogy acél és vasförgeteggé váljon, Három egy ellen. Nem mannon felé billent a mérleg nyelve, hiszen hónapokkal ezelőtt a halál markában járt, pedig akkor csak egyetlen egyel kellett megküzdenie. Mégis akárhová sújtottak is le, ő már addigra elillant onnan. Hárította a csapást. Nem vitt be sok ütést, inkább csak feltartotta őket. De ők sem értek cél gyakran, Dorian mágiája mozgolódott, kiutat keresett, véget akart vetni ennek az egésznek. Csak hogy Mannon azt parancsolta, ne avatkozzon bele, ő pedig engedelmeskedni fog. Körülötte a krokennek rettegve ilyetten mozgolódtak. Vagy az előttük kibuntakozó összeütközést, vagy a három matróna megjelenése miatt. Glenis azonban meg sem rezzent, és mellette Bronvenből ugyanolyan energia sugárzott, mintha a lány készen állt volna rá, hogy bármikor belevesse magát a csatába. Mannon és a főboszorkányok szétugrottak, erősen ziháltak, Kék vér csorgott Mannon vállán, a három matrónát pedig apró vágások tarkították. Mannon nem lépett át a vonalon, amit rajzolt, megvédte. A sötét hajú boszorkány sokredős köntösében kékvért köpött a hóra. Mannon nagyanyja. Szánalmas, ahogy az anyád. Gúnyosan Glenisre pillantott. És az apád is. Mannon torkából olyan mély morgást tölt fel, hogy visszhangot vert magukon a hegyeken. A nagyanyja károgásszerűen felnevetett. Ennyit csinálsz csak? Vicsorogsz, mint egy kutya, és halandós söpredékként lóbálod a kardodat. Idővel úgy is lefárasztunk. Jobb, ha most letérdelsz és meghalsz, úgy legalább marad még némi büszkeséged. Mannon felemelte maga mögött vaskörmű kezét, újai követelőzőn tárultak szét, miközben végig a matrónákon tartotta a szemét. Dorian Damari szért nyúlt, de Bromben gyorsabbnak bizonyult. A kroken odahajította kardját, acél csillant a napból sugárzó, a hóról visszaverődő fényben. Mannon ujjai a markolatra kurcsolódtak, a penge dalolt, miközben ismét a főboszorkányok felé fordult. Rianon Krokán három napig és három éjszakáig tartotta ellenetek a kaput, és nem hajtott térdet előttetek, még a legvégén sem. Röpke mosolyra húzódott a szája. Azt hiszem velem, ugyanez lesz a helyzet. Dorian esküdni mert volna, hogy a bajukon lobogó szent láng fényesebben égett ennek hallatán. Esküdni mert volna, hogy Glenis élesen beszívja a levegőt, hogy minden egyes kroken, aki a küzdelmet nézi, ugyanígy tesz. Mannon behajlította a térdét, felemelte a kardot. Fejezzük hát be, amit akkor elkezdtetek. Pengék villantak, ahogy támadásba lendült. A nagyanyja lépésről lépésre hátrált, a másik két matróna pedig képtelen volt áttörni Mannon védelmi vonalait. A boszorkánynak, aki álmában halált kívánt, nyoma veszett. A boszorkánynak, aki dühöngve tiltakozott az őt apró darabokra szaggató igazság ellen, nyoma veszett. Helyette egy olyan boszorkány harcolt úgy, mintha maga szél mozdulna, egy olyan boszorkány tartott ki a matrónák ellen, akit Dorian nem ismert. Két nép királynője állt előttük. A sárgalábú matróna olyan heves támadásba lendült, hogy Mannon kénytelen volt hátrálni egy lépést, majd még egyet, karjait felfelemelte minden egyes ütését kivédve. De csupán néhány lépésnyit engedett, többet nem, mert Mannon szívében a magabiztosság tüzelobogott, Szemében nyoma sem volt félelemnek, egész egyszerűen megállíthatatlan volt. A sárgalábú matróna olyan közel nyomta őt a vonalhoz, hogy majdnem hozzáért a sarkával. A másik két boszorkány hátra maradt, mintha kíváncsiak lennének, mi lesz most. Ahhoz képest, hogy egy hátú vénasszony volt, a sárgalábú főboszorkány a rémálmok megtestesítőjének bizonyult, rémisztőbbnek, mint sárgalábú bába valaha. Lába, mintha nem is érintette volna a talajt. Görbe vaskörmei nyomán minden egyes karmolásnál vérsárkent. Mannon egyik ütést védte ki a másik után a két karddal, de nem próbált támadni. Nem lőkte hátra a matrónát, pedig Dorian látta, hogy jó néhány alkalma nyílt volna rá. Helyette többször is megsebesült, vérszivárgott a bal karjából, az oldalából, azonban egyetlen tapottat sem engedett már, falat képezett, amin a sárgalábú matrónak képtelen volt átjutni. A vén boszorkány felmordult, dütöl elvakultan újra és újra támadott. Dorian azon nyomman észrevette a csapdát. Látta, hogy Mannon szándékosan védtelenül hagyja az oldalát, gyakorlatilag ezüstálcán nyújtja a csalétket. A sárgalába matróna dühében azonnal felé kapott a körmével. Mannon pedig már várta a támadást. A sárgalábú matróna iszonytató arca vérszomjában győzelemittasan felvillanyozódott, ahogy be akarta vinni a könnyűnek hit végzetes csapást, amivel kitépheti Mannon szívét. A fekete csőrű matróna figyelmeztetően felkiáltott, azonban Mannon addigra már mozgásba lendült. Épp amikor a görbe karmok ruhát és bőrt értek, Mannon oldalra pördült, és lesújtott szélhasítóval a sárgalábú matrónak kinyújtott ka nyakára. Kék vér fröccsent a hóra. Dorian ezúttal nem kapta el a szemét, ahogy a fej végig gördült a talajon. Nézte, ahogy a barna köntösbe bújtatott test is a földre zuhan. A két életben lévő matróna megdermett. A krokenek Dorian mögött néma csendbe burkolózva figyelték, hogy Mannon szánakozás nélkül néz le a sárgalábú matróna vérző testére. Mintha mind egyként visszatartották volna a lélegzetüket, amikor Mannon a jeges földbe döfte Bromben kardját, és lehajolt, hogy levegye a csillagkonore koronát a matróna lehújt lót fejéről. Dorian még sosem látott ahhoz a koronához foghatót élt, ragyogott, ott csillogott mannon kezében, mintha kilenc csillagot hoztak volna le az égboltról, hogy azok tündököljenek az egyszerű fémen. A korona fénye mannon arcára vetült, ahogy a feje fölé emelte, majd kiengedett fehér hajára tette. Még a hegyi szél is elhallgatott. Mannon tincsein mégis fantomszél simított végig, a korona fényesebben ragyogott, a fehér csillagok kobalt, rubint és ametisz szívvel izzottak, mintha a korona hosszú-hosszú álomból ébredt volna fel. A fantomszél oldalra húzta Mannon haját, az ezüstincsek végig simítottak az arcán. Mellette körülötte a tizenhármak két ujjukat a homlukukhoz emelték tiszteletük jeleként. Hűséget fogadtak a királynőnek, aki most a két életben lévő főboszorkányra nézett. Az újonnan megkoronázott krokan királynőnek. A szent tűz fellobbant, táncot járt, mintha örömmel köszöntené ezt a változást. Mannon felkapta Bronven kardját, szélhasítóval együtt a magasba emelte, így szólt a kékvérű matrónának, aki csupán néhány évvel tűnt idősebbnek magánál Mannonnál menj! A kékvérű boszorkány pislogott, tágra nyílt szemében félelem és rettegés ült. Mannon a boszorkány mögött várakozó vívőn felé bökött az állával. Mondd meg a lányodnak, hogy minden adóságunkat megfizettük egymás felé, és hogy eldöntheti ő mihez kezd vele, és vidd magaddal a másik vívönt is. Mannon nagyanyja felszívta magát, vasfoga kivillant, mintha ellentétes parancsot akart volna vakkantani a kékvérű matrónának, azonban a főboszorkány már a vívőrnye felé rohant. A krokan királynő megkímélte az életét, mert a lánya megajándékozta Mannont azzal, hogy szabadon beszélhetett a vasfogóak előtt. A kékvérű matrona néhány pillanat múlva már odafent szállt, és a sárkalábú boszorkány vívőrnye is ott repült mellette. Mannon nagyanyja egyedül maradt. Szemben Mannonnal, aki két kardját a magasba emelte, fején pedig ott ragyogott a csillagkorona. Mannon maga is ragyogott, mintha a feje tetején lévő csillagok felvillanyozták volna az egész testét. Csodálatos, elképesztő szépség nem volt hozzáfogható ezen a világon. Soha nem volt, és soha nem lesz. Mannon lassan, minden egyes lépést kievezve, megindult a nagyanyja felé. Mannon ajka halvány mosolyra húzódott, miközben a nagyanyja felé tartott. Meleg táncoló fény folyt keresztül rajta, épp oly megállíthatatlan, mint, amibe, mint ami a szívébe ümlött ebben a néhány véres percben. Nem torpant meg, nem félt. A korona alig nyomott valamit, mintha holtfényből kovácsolták volna. Boldog ereje mégis dalolt neki, ragyogón fény lett az egyedül ott maradó főbozorkányjal szemben. Úgyhogy Mannon nem hátrált meg. Bromven kardját hátra hagyta, szélhasított pár méterre tőle. Kiengedte vaskörmeit és vasfogait, Mannon alig öt lépésnyire megállt a nagyanyjától. Gyűlöletes elpocsékolt élet. Ennyit tudhatott magáinak a nagyanyja semmi többet. Sosem tűnt fel neki, mennyivel alacsonyabb nála a matróna, hogy milyen keskeny a válla, mennyire összetöpörödött a haraggal és gyűlölettel teli évek során. Mannon mosolya kiszélesedett, és esküdni mert volna, hogy ketten állnak a vállánál. Tudta, hogy oda pillantana nem látna senkit. Tudta, hogy senki más nem látná, nem érzékelné, hogy ott állnak mellette. Pedig a szülei ott álltak a lányuk mellett, hogy együtt vegyék fel a harcot az ellen a boszorkány ellen, aki elpusztította őket. A nagyanyja a földre köpött, kivillantott a rosdás fogát. Ez a bosszú, ez nem őt illeti, nem a szüleit, akik ott álltak az oldalán, akik talán mindig is ott voltak mellette, hogy errefelé vezessék őt, akik nem hagyták el, még a halál sem állhatott közéjük. Nem, nem a szüleit illeti. Hátra pillantott. A másodparancsnokára, aki Dorian mellett várt. Könnyek csorogtak Aszterin arcán, büszkeség könnyei, büszkeség és megkönnyebbülés könnyei. Mannon intett vaskörmű kezével, hogy jöjjön közelebb. Hó ropogott, és Mannon megpördült, hogy kivédje az ütés nagyját. Csak hogy a nagyanyja nem támadott, nem felé ruhant, Nem a fekete csőrű matróna a vívörnye felé futott, menekült. A krokanok megmerevettek, a félelmük haraggát torzult, ahogy Mannon nagyon nyeregbe tornázta magát. Mannon felemelte a kezét. Hadd menjen! Gyeplő csattant, és a nagyanyja már a levegőbe is röppent, a hatalmas vívőn szárnyai rothadó fuvallatot küldtek feléjük. Mannon figyelte, ahogy a vívőn egyre magasabbra és magasabbra emelkedik. A nagyanyja nem nézett vissza, mielőtt elnyelte az ég. Amikor már nem maradt más nyoma a matrónák ott létének, mint a kiontott kék vér és a fej nélküli holtást, Mannon a krokenekhez fordult. Tágra nyílt szemmel bámultak rá, de nem mozdultak. A tizenhármak is ott maradtak, ahol voltak Doriennel együtt. Mannon felkapta mindkét kardot, szélhasított visszadugta a hátán függő hüvelybe, aztán arra felé indult, ahol Grenis és Bronven állt, és figyelte minden egyes lélegzetvételét. Mannon szó nélkül átnyújtotta Bronvennek a kardját, és hálája jeléül biccentett. Aztán levette a fejéről a csillagkoronát, és Glenis felé nyújtotta. – Ez téged illet, – mondta halkan. A krokenek mormolva mocorogni kezdtek. Glenis elvette a koronát, mire a csillagok elhalványodtak. Apró mosoly terült szét a vénboszorkány arcán. Nem, felelte, nem engem. Mannon nem mozdult, miközben Glenis felemelte a koronát és visszatette Mannon fejére. A vénséges vén boszorkány letérdelt a hóba. Amit egykor elloptak, most visszakaptuk. Ami elveszett, most hazatalált. Üdvözlégy Mannon Krokan, boszorkányok királynője. Mannon megfeszült a remegés ellen, ami végigfutott rajta, és azzal fenyegetett, hogy elgyengíti a térdét. Feszültem, figyelte, ahogyan a krokenek Bronvennel egyetemben mind letérdelnek. Dorian maradt csak állva, rámosolygott, szélesebben és szabadabban, mint korábban bármikor. Aztán a tizenhármak is letérdeltek, két ujjukat a homlokokhoz emelve, miközben fejet hajtottak. Arcuk ragyogott az elképesztő büszkeségtől. Boszorkányok királynője szólalt meg az összes krokan és fekete csőrű egyszerre, egy népként.